veretlen vendége az idegenben nyeretlen következik a Diósgyőr és a Budapest Honvéd mérkőzése. És mutatja magát Gyula Traoré, közben leste fut, ezért Kandia kapja. Zsobis csatlakozik, eddig tetszetős. Gyula ezek szerint nem volt lesen. Gyula zicserben és belerúgja Antalba. Óriási Honvéd helyzet. Nincsen lesen Gyula. Jön Antal, Gyula nem tudja eltolni mellette, de ezek szerint a kapus kezéhez ért, és piros lap. Kiállítják a Diósgyőr kapusát. Antal botondott az első negyed óra végén. Portéja vissza a labdát, Vécsei megpattan, és ez egyértelmű les volt. Ehhez képest megadja a játékvezető a gólt. Na lássuk, itt a visszagurítás, Vécsei rosszul találja el. Tényleg nincsen senki lesen, meg Griffiths kifele megy. És Candia nem haboz, bevágja. Ez bizony nem volt les. És aztán a játékvezető meggondolja magát, tehát ez egészen elképesztő. Végül nem adja meg, Candia nem érti, pedig a képek tanulsága szerint valóban nem volt az. Itt a megpattan labda és Honvéd játékos hátán pattan meg. Ez ebből a kamerálásból, amit először láttunk, nem látszott. És így már akkor les. Ugye milyen érdekes, hogy honnan nézzük a mérkőzést, vagy melyik kamerállást látjuk? Második hazai szöglet. Bognár a labda mögött. Kemenes koncentrál. Bognár tekeri. Kemenes nem jön, mekkora helyzet volt ez! Elek fejelte pedig el. Ennek ellenére. Igen, Álcsi Biáda is talán egy kicsit beleért. Kemenes csak nézte. Egy vonalban mindenki a 16-os előterében. Bognár lövi be a labdát. Álcsi Biáda fejelt. Bacsát pedig lefejeli Traoré, és ez az elveszített párharc még sokba kerülhet a DVTK-nak, mert Traoré meglódul, Alvesszel egy az egyben, Traoré jön mellette, Gyula. Gyula a 16-oson belül vissza Traorénak, Traoré, és belevetődnek. Mekkora lehetőség volt ebben a kontrában az imént. Hidi, ez a lövés sem rossz, gól! Rados elnézi, vagy nem éri el, későn mozdul, Hidi pedig szeret az első félidő végén kapura lőni, a haladás ellen gólt szerzett egy hete, most is. Pedig ez aztán nem tűnt veszélyesnek. Jó 30-ról megkínálja Radost, aki elkésik. Alves szabadrugása lágyan középre, Takács megfejeli, Griffiths, és meghúzzák a karját, ezt reklamálják a diósgyőri játékosok és drukkerek. 11-es szeretett volna Szivics Tomislav is. Aztán megint jókor a fáziskésés, mint az első fél időben, és megint önmagát bírálja felül Szabó játékvezető. Végül is megadja a 11-est. Nem magától esett el Griffiths. Ott dolgozik kézzel Marco Cristi. Na lássuk csak, ott fogja a vállát, meznél fogva. Számomra nem kérdés. Bognár és Kemenes párharca. Gól! Bognár nagyon higgadtan, elegánsan elküldi Kemenest, és bepasszolja a labdát a bal sarokba. Álcsi Biáde, ez most jobb beadás, de megint Kádár állja az útját. Takás pedig megtolja Portillához. Portilla! Olyan a nagy lövés! Nyújtózkodni kellett Radosnak. Cristi középre, Ignatovics takarít. Gyula pedig kézzel, lábbal szó szerint, és aztán majdnem kihámozza a labdát. Alves viszont olyan sután találja el, hogy majdnem gólpaszt adott Gyulának. Bognár! Bognár! Griffiths! Belelövi Kemenesbe! Másodszor gól! Takács! Szó nem lehetett ezúttal lesről. És az elszántság jutalma. Kádár! Gyula lendületből viszi Alvesre, ott van középen az Itzer, Hidi, nincs bent! Mekkora egyenlítési lehetőség! A végeredmény tehát DVTK Budapest Honvéd 2-1.